Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Itt a Triphajón vettük fel a Qubit Podcast első adását. Ebben a sorozatban a tervek szerint néhány hetente a magyar tudományos élet meghatározó szereplőivel beszélgetek majd. Az első vendég Kálmán László nyelvész volt, akivel mi másról beszélgethettünk volna, mint a nyelvészetről, illetve a nyelvtudományi ismeretterjesztésről. De szó volt emellett a nyelv és a számítástechnika kapcsolatáról, és természetesen az oktatás és a kutatás helyzetéről ma Magyarországon. A következő egy órában tartsatok velem! Azt szoktad érezni, hogy feszélyezve érzik magukat a újságírók a vélt vagy valós nyelvi, nyelvhasználati problémáik, frusztrációik miatt, amikor vele csinálnak interjút? Ja, azt hittem, hogy tőlem függetlenül nem hiszem. Hát tőlem függetlenül nem tudom, de... Azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy hát nem csak, hogy érezni feszélyezve, hanem mondják is néha, hogy elnézést a csúnya fogalmazásért, miközben mondanak valami olyat, ami tök hétköznap, csak ők azt gondolják, hogy ez nem illik. Nem, velem nem. Hát azért hallottam olyan történeteket, hogy mondjuk a szerkesztőt megkéred, hogy beszéljen tisztábban, értetőbben, miközben készültök. Igen? Nem tudom, erre nem emlékszem. Én inkább meg szoktam védeni őket, mikor a vadhallgatók akár nekem is írogatnak, hogy lehet az, hogy ebben a rádióban egyesek így beszélnek, mert ugye sokkal meg szoktam őket védeni, hogy nem vagyunk egyformán. Nagyon furcsák az emberek, tehát hogy ha valakinek nem is kell, hogy beszédhibája legyen, csak valami sajátos beszédmódja, ami egy kicsit más, mint ami a, nem tudom, milyen standard, akkor azonnal vadul telefonálatnak és írogatnak. Most mondod, hogy nem tudom, értem, hogy milyen standard. Hát nem vagyunk egyformán. Hát ez az, amit ők elképzelnek, nem tudom én, Bőzseny Ferenc, itt nem tudom, 50 éven keresztül volt egy ilyen megszabott beszédstílus. Aha. Amiben nem lehetett, tilos volt nyelvjárási elemeket keverni, tilos volt bármiféle sajátosság. Most érted, ha valakinek van egy hülye szokása, hogy mondjuk az utolsó szótagot egy kicsit hosszabban mondja, vagy ilyesmi, tehát járni se egyformán járunk, érted? És miért kéne egy ilyen médiumban egy olyat tenni oda, érted, aki... Tehát, hát mert fontosak a szabályok, Na de ez borzalmas. Hát érted, nem járunk egyformán, és olyan, mint hogyha a tévében a műsorvezetők járása alapján szelektálnának, mert néha mutatni kell, hogy járnak. Hát is egy ilyeség. Aha. Hogy nem ülhetnének ott kopaszok, mert az embereknek mégiscsak ugye hajhoz szoktak, vagy mit tudom. De tisztán... Hát kezdek. Egyáltalán nem beszélünk egyformán, és egyáltalán nem szempont az, hogy valami, én nem tudom milyen standard. A múltkor például azt hallottam valaki, egy színész, vagy volt színész, panaszkodott arról, hogy ma már mindenféle módon beszélnek a színészek, hogy belőlük bezzeg kivertek minden, nem tudom én, máshol képzett töhang. Ugye van ez a töhang, amit egész Kelet-Magyarországon, mondjuk Szolnoktól keletre mindenhol így mondják. Belőlük bezzeg kiverték azt a színművészetét. De miért, könyörgöm, miért kell kiverni? És az, hogy most nem verik ki esetleg belőlük, már nem tudom, hogy megy. De ha nem, a színművészetén, azt én csak üdvözölni tudom. Tehát miért kéne az egyéni különbségeket így? Na, mindegy. Saját sztorim jutott eszembe, hogy nagyon szerettem a magyart úgy, mint tantárgyat. A magyar tanárom az szerintem szuper jó volt. Ez a kettő összefügghet talán. Elképzelhető, hogy nagyon, nagyon inspiráló személy volt, viszont amikor nyelvtanórák voltak, illetve nyelvhelyességi és egyéb hasonló témák, akkor időnként elkezdtem tikkelni, mert nem mindig értettem egyet azzal, amit mond, de elfogadtam, hogy a nyelvtan az már csak ilyen. Aztán hát, az Egyesült Államokba költöztem. A nyelvhelyességnek a nyelvtanhoz érted? Tehát érted, a kémia órán se azért tanuljuk a szappant, hogy nem tudom, hogy tisztábbak legyünk, vagy én emlékszem, hogy a szappant tanuljuk, hogy miért azt ma se, máig se értem, de meg kellett tanulni a szappan előállításának a vegyi háttérét. Na mindegy, csak mondom, hogy tudományokat tanítanak, mondjuk leszámítva a tornát, meg egy pár ilyen készségtárgyat, rajzot, tudományokat tanítanak az iskolában, hát akkor annak miközben a nyelvfejességhez, miért nem nyelvészetet tanítanak? Bocsánat. De pont ide akartam kiukadni, hogy aztán 2000-es évek elején az Egyesült Államokba költöztem,
és akkor még az internet nagyon gyerekcipőben járt, alig voltak magyar tartalmak, és az egyik tartalom, amire rábukkantam és teljesen ráfügtem, az Nádasdy Ádámnak volt a Modern Talking sorozata, ami fel volt töltve a koronetre, és akkor döbbentem rá, hogy Jézusom, ez is lehetne, vagy erről szól a nyelvtan, vagy ez az, amivel ti foglalkoztok valójában, de ezt gondolom nálatok is elég gyakran előjön konfliktusként, amikor hétköznapi emberekkel beszéltek Persze, összekeverik a nyelvészet tárgyát, összekeverik a nyelvfejességgel, ahogy te is mondtad, ami valami normatív, akármi a szép járások és szép hajviseletekhez hasonlítható, és összekeverik a helyes írással, ami pedig egy ilyen konvenció szabályrendszer, amit hát azt tart be, aki ezt a szabványt használni akarja, senkire nem kötelező az égvilágon, de mondjuk egy újság vagy egy kiadó nyilván elhatározza, hogy a helyesírásnak ezt is, ezt a szabályzatát veszi figyelembe. Amivel Magyarországon csak egy van sajnos, de külföldön például van olyan, angolban több standard is. De összekeverik ezt a fogalmat, ami egy standard, egy megállapított valami, akár többféle standard is lehet, ezt összekeverik a részben ezzel a nyelvhelyesség őrülettel, részben pedig magával a nyelvészet tárgyával, ami egy harmadik teljesen más dolog, ami egy társadalmi, majdnem hogy természeti jelenséget vizsgál annak az összes bonyodalmaival, ugye, ami a nyelv használata. Részben társadalmi, de majdnem olyan, mint a természeti jelenség lenne. Hát van olyan bonyolult, mint az élővilágnak egyes rendszerei. Egész biztos, viszont ha te kapnád meg azt a feladatot, hogy akkor újra kellene rakni az oktatásban a nyelvoktatás, nyelvtanoktatás, magyar oktatást, akkor hogyan kezdeni el neki, mit gyomlál? Hát röhögni fogsz, én ezt a feladatot már megkaptam egyszer. Tehát, hát akkor neked azért... köszönhetjük, hogy ilyen nem. Nem, abból nem, mert semmi. Az EU a 2000-es években, 2000-es évek közepe fele, eleje közepe fele, megfinanszírozta, hogy Magyarországon az iskolai oktatást helyezzék képesség vagy készségfejlesztés kompetencia alapúvá. És erre marami sok pénzt adott egyébként, ez lehet, hogy ezt az emberek nem tudták, de nagyon sok pénzzel elment, és akkor készült egy teljes, hogy mondják, közoktatási, tehát 12 év folyamra készült. Úgy hívták, hogy szövegértés, szövegalkotás tananyag, de igazából az a magyar nyelv és irodalmat fette le, csak ott szövegértésre, szövegalkotás köré kellett mindent rendezni. Az alsó tagozatot más csinálták, mert ez nagyon más szakma. De 5-től 12-ig a nyelvi részért én voltam a felelős, úgyhogy igen, megkaptuk ezt a feladatot. Csak amikor... Nem bicsaklott meg, nagyon szépen haladt, a pénz egy része nyilván valahova eltűnt, de az még így is bőven elég volt, hogy megcsináljuk. A 2010-es kormányváltáskor, hát ezt az egész elkészült dolgot, ezt úgy félre rakták, hogy erre nem lesz szükség a továbbiakban. Mi lett volna annak a, vagy hogyan képzelted volna, elképzeltétek volna, hogy hova futott volna az ki? Ott az volt a középpontban, ugye, ahogy mondtam, szövegértés, szövegalkotás, tehát ami a szövegértés és szövegalkotási képességeinkhez hozzájárul, annyit kell a nyelvről feltétlenül tudni. Ezen kívül még sikerült belerakni egy csomó olyat, ami nem közvetlenül szövegértés, szövegalkotáshoz kapcsolódik, de az életben fontos lehet, tehát például a felsőbb osztályban a nyelvnek a társadalmi szerepe, nyelvvel kapcsolatos társadalmi konfliktusok, vagy például a gyerek nyelvvel sajátítása, mert ugye negyedikes gimisek, hát lassan majd szülők lesznek, és hát tudjanak róla erről is valamit. Tehát raktunk bele ilyen közérdekű tudományos dolgokat is, meg egyébként nem túl sokat, de valamennyit a nyelvészet érdekesebb dolgairól is, magyar nyelvi példákon, fejtörők formájában. Hát ami érdekes a nyelvészetből. Szóval úgy foglalnám össze, hogy meg lehetne tölteni ezeket a úgynevezett nyelvtanórákat, most nagyon idézőjelben, csupa érdekességgel, amiknek az egyik része az segítené, hogy tudatosabban használjuk az anyanyelvünket, jobban figyeljünk magára a megformálásra, ami egyébként baromira hasznos az idegen nyelvtanulásban is, mert attól a nyelvérzék az nem más, nem valami csoda képesség, mint a csoda gyerekek nézőnek. Nem mondják, hogy könnyen beszélsz, mert beszélsz 6 nyelvet. De valamennyire utána jártam, hogy milyen alapul a nyelvérzék, ami nekem lehet, hogy van, de fejleszthető és bárkinek lehet. Szóval a nyelvérzék azon alapul, hogy az ember odafigyel a megformálásra, és ezt tudatosan fejleszthető, hogy nem egyszerűen csak azt nézi, hogy
mi volt a közlés, mit akartak tőlem, vagy mit tudom én, hanem hogy miért volt úgy mondják, ahogy mondják. Ez ilyeneknek a fejlesztésével lehetne tölteni az időt, ezeken az úgynevezett nyelvtanórákon. Baromi jó lenne az idegen nyelvtanuláshoz is, meg az anyanyelvhasználathoz is. És amit még az előbb mondtam, egyébként kis ismeretterjesztés, kis elme, élezés, csupa érdekes dologgal lehet neki tölteni azt a bizonyos nyelvtanórát, és a szívem vérzik, hogy most, ahogy itt ülünk, miket. Ja, még nincs iskola. De amint lesz iskola, hogy mikkel fogják a gyerekeket nyúzni naphosszat, szóval borzalom. Ennek megvan a maga pedagógiai háttere, hogy hogyan lehet ezt közelíteni, de nálad mi volt az, ami elindított ebbe az irányba? Mert lehet, azt gondolják sokan a nézők közül, hogy te világéletedben egy kiváló tanuló voltál, aki most, végig erre most, a pályára ment volna, de... Most egy pszichológusba, hát akkor ássunk a mélyre, a gyerekkorom, hogy annyit szenvedtem a rohadt magyar órákon például az általánosban, és annyi hülyeséget akartak a fejem, és állandóan szerencsétlen tanító meg tanárnéniket folyamatosan azzal ízeltem, hogy ez hülyeség, ez így nem lehet, ez így nem oké, stb. És szerintem innen eredt eredetileg, tehát én fel voltam paprikázva ezen a sok sületlenséggel, ellentmondások, hiányosságok, stb. Szóval így kezdődik az ember, és nem... Mondjuk jó tanuló voltam, ez igaz, de voltak problémáid. Iszonyatos magatartás, persze. Többek közt azért, mert volt három bátyám, akiktől úgy nagyjából mindent megtanultam már otthon. Hát a fenének kellett még ezek után iskolába járni, és nagyon untam magam az iskolába, és gondolom ezért is voltam ilyen tűrhetetlen magam is életi. Most viszont elég masszívan próbálod terjeszteni az igét mindenfelé. Említetted is, hogy csináltok mindenféle, vagy csinálsz te magad is önállóan mindenféle ismeretterjesztő munkát. Ott van például a Kubitona sorozatod. Igen. Nádasdi Ádámmal csináljátok a szószátját. Igen, én ilyeneket mindig csináltam, amennyire emlékszem, egész életemben, igen. Valamiért az ember nem adja fel, hogy el lehet egyszerűen dolgokat magyarázni. Sokszor megrendülök ebben a hitemben, persze. De szóval például itt van ez a szószátjár műsor, a Kubit az kevésbé, ott van kevésbé vannak reakciók, vagy nem, kevésbé jutnak el az emberhez. De ebben a rádió műsorban az ember folyamatosan küldik a kérdéseket, meg a ellenbeséseket. Ez a baj, hogy az ember mikor megkapja századszor is ugyanazt a hülyeséget, és akkor mindig azzal nyugtatom magam, hogy jó, hát nem hallgatnak szegények minden műsorban, mert lehet, hogy most először hallgatod bele, de számtalan szó kiderül, hogy nem, hogy ezek nem csúsznak le, tehát nem értik meg az emberek. Amitől elkezdesz tikkelni, és... Hát az a bizonyos engedékenység, hogy hát mindent azért nekünk se kéne megengednünk, hogy jó, hogy milyen szabad szellemű emberek vagyunk, bohém, nem tudom micsodák, ami egyébként rám speciál egyáltalán nem igaz, de azért mindent csak nem kellene már megengedni, és hogy így próbálgatják, hogy, és még ez is elmegy, hogy valaki azt mondja, hogy nem tudom én, alapabb. Mert az alap, már az is nagyon gáz, hogy azt mondom, hogy az alap. Ugye ezt lehet hallani a médiákból, vagy a médiumokból? Igen. De így próbálgatnak, tehát, hogy na erre biztos már én is azt fogom mondani, hogy na ez már túlzás. És vannak olyan emberek, személy szerint is most már így ilyen hallgatók, olvasók, akik tesztelik a dolgot, hogy meddig tudnak elmenni, ahol még mindig. Melyik az a pont, amit én is fölháborodok, hogy hát ilyet azért nem szabadna mondani. De és nem értik azt, hogy ilyen nincs, hogy nem szabad valamit mondani. Tehát olyan van, hogy valakinek nagyon kilóg a nyelvhasználata a többiekéből, akkor arra azt mondjuk, hogy hát az vagy nem magyar anyanyelvű, vagy van valami egyéni ötlete, hogy az... De hogy mondjuk azt sem értem, hogy miért ne lenne szabad. Ugye a szabad, ez hogy jön ide egyáltalán? De a legtöbbször ráadásul olyan dolgokra mondják, amik már nagyon széles körben elterjedtek. Tehát amik... Pont addig ő kezdi zavarni őket. Hát az, hogy ez alap, ugye, ez már szerintem a második generáció nő fel úgy, hogy az alap, hogy ezt a szót valamiféle határozó értelme használják. Ugye, azt mondom, határozó franc, ugye. Szóval, hogy vagy mellékné, vagy nem tudom micsoda, de már fölnőtt legalább egy generáció, könyörgöm, akinek ez tök természetes,
hogy lehet azt mondani, hogy ezzel majd baj van. Szóval, hogy érti? És én mindig abban reménykedem, hogy előbb-utóbb leesik nekik a tantusz, hogy ez nem ideillő fogalom. Tehát, hogy ennek nem szabadna, meg vadhajtásokat kell nyessegetni, vagy ilyesmi. Nincsenek vadhajtások. De ennek nincs olyan változás, amire azt mondhatnánk, hogy na, ez nem egy jó irány. Hát, hogy mit értünk ezen? Szóval az alap szónak így megváltozott egy kicsit, lett egy új használata. Ez mi ebben a rossz irány? Szóval értelmezni sem tudom. Neked egyébként személy szerint van olyan, amit nem szívesen hallasz? Ó, engem rendben. Ez teljesen más dolog. Persze, engem rengeteg minden idegesít mások nyelvhasználatában. Általában meg is szoktam magam figyelni, hogy mik azok, amik idegesítenek, és mindig megállapítom, hogy az idegesít, ami egy bizonyos társadalmi réteghez kapcsolódik, akik engem idegesítenek. És akkor ezt átviszem az ő nyelvhasználatokra, hogy azt mondom, hogy na tessék, és még ráadásul így mondja, hogy ez. Szóval persze, de ennek semmi köze se nyelvészethez, se semmihez, és nem mondom azt, hogy ilyet nem szabadna mondani, hanem ugye azt mondom, hogy na, ez a bunkó, és most nem akarok konkrét csoportokat felsorolni, de azt mondom, na, ez a bunkó, és azért közé keveredett, és azért beszél így, hogy azokat majmolja, vagy úgy akar beszélni, vagy az is. De nagyon érdekes, hogy minden ilyen nyelvi, idegesítő nyelvi szokás, az nekem mindig valami csoporthoz kötődik, és igazából a csoporttal van bajom. Szerintem, ha magukban néznek az emberek, akkor rájönnek, hogy itt az ő esetükben is erről van szó. Hát aki az alapnak ezt az új használatát gáznak érzi, az valószínűleg a fiatalokat utálja, vagy irigli, vagy én nem tudom mi. Ugye ez minden ér, minden. Meg nem tudom. Persze, és szerintem a világtörténelemben mindig így volt, emberek öregszenek, és egyre jobban utálják vagy idegesítőket a fiatalság, ugye? De szerintem még az, nem is kell az emberek, még az állatvilágban is így, mert a idősödő kutyám ugyanilyen hiszt is a sok hülye kis fiatal kutya miatt, hogy azok mit ugrálnak körülötte. Tehát ez egy természetes lehet, hogy biológiai dolog. Amit én nagyon nem értek, az az, hogy miért nem veszik ezt észre az emberek. Tehát, hogy ennyire rossz a etológiai, biológiai műveltségük, vagy egyáltalán ennyire nincs eszük, hogy nem veszik. Mert a saját szűrőnkön keresztül nézik. Na jó, hát az ember egy kicsit tudjon magára kívülről nézni, hát érted, ahogy az ember észreveszi mindenféle jelekből, hogy öregszik, hát azt is vegye észre, hogy ezzel párhuzamosan, ahogy közben megváltozott és új dolgok vannak a nyelvbe, akkor azok azért irritálják. Szóval legyen már ennyi külső... De ez az objektivitás például nagyon érdekel, hogy jelenik meg a bölcsészettudományokban vagy társadalomtudományokban, ami természettudományoknál valahol jobban el tud szakadni az ember, tehát egy orvosvizsgál, kutató orvosvizsgál valamit, azt tudja számszerűsíteni, el tud vonatkoztatni, míg aki a nyelvben él, tehát ő maga is használja a nyelvet, mennyire tudja elhatárolni ezeket? Hát, hogy általában a bölcsészetre nem tudom, de szerintem a filozófiában is van egy irányzat, ahol ez az úgynevezett analitikus filozófia, ha jól tudom, ahol szintén követelményként szabják meg, hogy valami objektíve ellenőrizhető, megismételhető megfigyelések, kísérletek legyenek az állítások mögött. Én szerintem ennek az egész tudományra ki kéne terjednie, de nem teszem tűzbe a kezem, hogy minden bölcsészeti ág ilyen. De a nyelvészet speciál szerintem félúton van ha lehet ilyet mondani, szóval valahol a bölcsészet és a természettudomány között van. Mert a nyelv az olyan hihetetlen bonyolult, majdnem, ahogy ezt mondtam az elején, majdnem természeti jelenség, amihez muszáj a bonyolultság miatt matematikai modelleket használnak, mérni kell dolgokat. De most már mindenütt matematikai társadalomtudományokban is rengeteg helyen... Igen, biztos, ja bocsánat, tehát a társadalomtudomány is igényt tart arra persze, hogy ellenőrizhető, empirikusan leellenőrizhető állításokat tegyen, persze nem akarok én igazságtalan lenni. De a nyelvészet az szinte kezdettől fogva ebben a köztes térben volt. Én egy ideig nem is értettem egyébként, hogy miért pont a bölcsészkanon van a nyelvészet, mert hát nem igazán bölcsészet tudomány. Egy idegtudósoknak kéne kutatnia, hogy...
Olyasmi, tehát ez az, inkább az etológia, antropológia, ilyesmihez áll közel embertudomány, de inkább a természettudományi szempontból. Tehát így, mondja, így figyeljük. Is, hogy miért egyébként a pszichológia is ilyen. Hát persze, figyeljük, hogy az emberek hogyan viselkednek, a nyelvészek a nyelvű viselkedésüket nézik, a pszichológusok egyéb viselkedésüket. A kettőnek van egy átfedése is, amit pszicholingvisztikának néznek, hívnak, ahol a lelki mechanizmusokat nézik a beszéd a nyelvhasználat közben. Szóval igen, ez az ember magyar, és egyébként volt, vagy talán van egy ilyen furcsa nyelvvel foglalkozó társaság, akik ezt rettenetesen el is ítélik, ezt az objektivizmust, hogy nem tudom, én még a 80-as években megkaptam az egyik ilyen szerzőtől, hogy szidalomként azt, hogy mert mi úgy nézünk a nyelvre már, mint én és a kollégáim, mintha ahhoz semmi érzelmi kapcsolatunk nem lenne, hanem csak mint egy nagyító alatt egy természettudós. Ez az objektivitás. Igen. És ezt úgy rótta föl, mint egy hiány, mint egy defektus, mint egy hiányosság. És akkor nagyon jót mulattunk ezen. És ennek volt mindenféle politikai töltése is, mert az már mindjárt hazafiatlan is, aki a nyelvet ilyen szemtelenül, jaj, azt hiszem ez volt a szó, szemtelenül, vagy érzelemmentesen, mint egy tárgyat nézi, az mindjárt az a fiatlanság vágyát is megkapta, mert a nyelv hordozza mégiscsak egy nemzetnek a, hát egy, a nem is tudom miért, tehát az identitásán. Hát a kultúráját azt inkább a nyelven alkotott írásművek, meg a zene, meg egyéb kordozás. De valamiért összekapcsolódik, és a nyelv a közege feltétlenül a kultúrának. Ez a nemzetnek, ez így van. Hát igazából a nemzet meghatározására nem is nem tudok jobbat mondani, mint a nyelvi közösség, vagy nyelvi és kulturális, ami tök összekapcsolódik. Jó, ugyanakkor meg vannak különböző nemzetek, akik ugyanazt azonnal, a ez így van, de ott nagy probléma is ez. Tehát ott állandóan fölteszik a kérdést, hogy van-e osztrák identitás igazából, hiszen a német irodalmon nőnek föl, és van ugyan osztrák irodalom, tudják, számon tartják, hogy osztrák szerző, de azért az egész német irodalom ott áll a rendelkezésük és ismerik. Persze, ezek, de ott ezek problémák is. Pontosan. Tehát ahol a nyelv és a kultúra között van valami kicsi, ugye ezek nem kategórikus különbségek, hanem van valami kicsi furcsa viszony, ott ezek általában problémát is jelentenek. Vagy vannak olyan nemzetek, akik magukat nemzetnek tartják, akik, hát persze mondtad az előbb az íreknél, akik a saját korábbi eredeti nyelvi közösséget nem is tartották meg. Hát, több ilyen van a világon persze. Viszont de ezek jó, a különlegesek. Felvetetted ezt a témát, mert itt azért az objektivitás hiánya, vagy az, hogy a laikus hétköznapi ember hogyan áll a nyelvhez, illetve a kutató, ez abban is megmutatkozik, hogy a politikusok, döntéshozók hogyan állnak ehhez a kérdéshez, tehát itt valószínűleg sokkal könnyebb ráhat. Igen, de én, hát ahogy az előbb mondta az objektivitással, abban pillanatban, hogy elhagyjuk ezt az objektív szemléletet, szerintem lecsúszunk a nyelvtudomány térképéről, tehát azok már nem, vagy legalábbis mi, akik ebbe a nem tudom én, hogy nevezzem, modern nyelvészetben ehhez tartozunk. Mi ezt már azt mondjuk, hogy ez már igazából kívül van a térképen, amikor valaki hazafias szempontból próbál a nyelvet nézni. De finanszírozás neked meg ez alapján, nem? Nem tudom, nem. Ott most jelenleg épp a finanszírozás azt hiszem ilyen őstörténeti irányba ment el teljesen, amiből éppen, hogy ki akarják a nyelvészetet ebrudalni, ha jól veszem. Zavaró funkció. Igen, mert hogy a nyelvészet állandóan ebbe az uráli mederbe akarja visszaterelni őket, mert hogy a nyelv az egyértelműen ugye uráli, a magyar nyelv, és ezért inkább hagyjuk is ezt a nyelvészeti megközelítést, és nézzük a etnikai, vagy genetikai őstörténetet. Az nagyon érdekes, mert éppen napokban olvastam valamilyen őrültnek az írását, aki azt gondolja, hogy a mai nemzeti identitás az igazából ezen a genetikai alapon építhető föl, amit én egyszerűen nem is értek. Tehát a világon erre nem volt még precedens, hogy visszanyúlni nem tudom meddig az őstörténetben, és amit ott találunk, hogy hol éltek akkor az ősök, annak alapján kovácsolni nemzeti identitás szinten, ez egy teljes képtelenség. Hát én így mosolyogva nézem ezt a dolgot, és egy kicsit szomorúan nézem azokat a százmilliókat vagy milliárdokat, amik ezzel elmennek, de hát egy fene. Hát
Ezt nagyon kategorikusan kijelentetted, hogy a magyar egy uráli nyelv, pont ezen nem vitatkozunk. Ez, nem vitatkoztok, vagy... Nem, ez nincs itt van. Tehát a szakmán belül ez nincs. Ez képtelenség lenne ezt vitatni. És az, hogy ez átmenjen az embereknek, azoknak, akik kételkednek, mi az, amire szerinted hangsúlyt kellene fektetni, a módszertan megismerésére, vagy tudományos eredményeket kellene gyakrabban hangoztatni? Én nem tudom, de azok a... Nem is tudom, azok az ilyen régész őstörténet kutatók, akik a magyaroknak a szitja, meg tümük, meg egyéb kún, meg nem tudom milyen rokonságaiban hisznek, és genetikailag, etnikailag, azok se vonják kétségbe a nyelvurálit. Tehát ezt igazából csak teljesen laikusok vonják kétségbe, vagy ilyen teljesen délibámos képzelődő. Mm-hmm. Tehát ezt sem meg nem tudunk elmondani. Így pontosan, igen, meg vesznek mindenféle egy olyan nyelvet, akinek már nincs rokon nyelve, ilyen van egy csomó a világon, rengeteg. Aminek biztos voltak rokon nyelve, de azok kihaltak, ugye, vagy nem tudjuk megállapítani, mondjuk a japánnál például, csak nagyon halvány hipotézisek vannak, hogy mivel lehet rokon, a baszknál még ilyen hipotézisek sincsenek, hát ugye, rengeteg ilyen nyelv van. És akkor ezekkel próbálják, az etruszk például, és akkor ezekkel próbálják rokonítani ebbe. Hát az tényleg, az még azon a tudományon is kívül van, amit mondjuk politikai okokból finanszírozni lenne érdemes, tehát az már tényleg nem tudomány. Na mindegy, én csak azt akarom mondani, hogy uráli rokonsággal kapcsolatban semmilyen irányzatú tudománynak nincsen kétsége. Csak mondom, vannak, akik azt mondják, hogy ne ezt nézzük, hanem inkább nézzük a genetikai vérvonalat, mert az valami érdekesebbet majd akkor a lovas népekhez visz közelebb, és ez mennyivel jobb dolog a mai nemzeti öntudat szempontjából. Én ezt értelmezni se tudom, de hát... Mi lenne egyébként a nyelvészetnek a célja ma így a 21. században? Elég ránézni, hogy mire van pénz, mire szállnak pénz, és már is megtudjuk, hogy mi a nyelvészet célja, hiszen mindig abban, vagy hát azért a tudomány mindig összefüggött azzal, hogy mire van igény. Nyilván a földrajztudósok akkor indultak be nagyon, amikor a hajózás elkezdődött, és arra, ugye, tehát felfedezések korában. Tehát a nyelvészeket természetesen most az IT piac szívja föl, természetesen a nyelvi alkalmazások. Ez az, amit valószínűleg legkevesebben gondolnának, és emlékszem, amikor láttam néhány ilyen nagyon viccesnek szánt informatikus önéletrajzot, hogy beszélt nyelvek, és ott van, hogy angol, német, Python, Java, stb. De nálad a te önéletrajzodban ez konkrétan így szerepel. Tehát... Így van, nem emlékszem. Valami ilyesmi van, hogy egyéb készségek, és akkor ott fel van sorolva, hogy rengeteg számítógépes nyelvvel te elég jó lesz. Valószínűleg nem soroltam fel valószínűleg mindent. Tehát az IT-szektor szíve fel, ezt látom a tanítványainkból, tehát ott legtöbben ott helyezkednek el. És a cél, amit kérdeztek, milyen nyelvészet cél, az természetesen az, mint mindig is az volt, hogy valahogy megfejtsük, hogy működnek az emberek, mitől tudnak beszélni, vagy mitől értik meg egymást, de a mai ambíciók, amik egyébként meglepően science fiction jellegűek, tehát nagyon távol állunk ettől a dologtól, de a mai ambíciók az, hogy már ezt szimulálni is tudjuk, ne egyszerűen csak valami íróasztal mellett filozófiai szinten megértsük, hogy értik meg egymást az emberek, meg miért mondják azt, hogy mondanak, hanem akkor most már implementáljuk is a dolgot. És akkor Alexával el tudunk kezdeni beszélgetni. Igen. Na most, amit ebből a mindennapokban látunk, mint a fordítóprogram, meg a chatbot, meg nem tudom mi, az nagyon távol áll attól, amin a nyelvészek gondolkoznak. Úgy értem, hogy annak a képességei nem hasonlítanak arra, vagy nagyon kevésben hasonlítanak arra, amikkel a nyelvészek gondolkoznak. Ők egy picit előrébb járnak ennél, és nagyon távol állnak attól, hogy ezeket implementálni lehessen. De az az ambíciójuk, hogy ezeknél sokkal jobbakat lehetne csinálni, ha tényleg értenénk, hogy mi van a fejünkben. Nagyon sokan mondják, hogy ők bizonyos szempontból értik joggal, mert például reprodukálni tudnak egy csomó mindent, tehát alakfelismerés, ugye? Tehát bármi bemész a benzinkútra, el akarsz menni fizetés nélkül, pillanatok alatt megállítanak, mert a rendszámodat leolvasni az manapság egy rutin feladat, ugye fölismeri a karaktereket. Ez nem olyan régen még egyébként nem volt nagyon könnyen megoldható.
De ez most már például rutin dolog, hát bárhol vehetsz egy kütyüt, ami felismeri a rendszámokat. És ilyen szempontból persze jól szimulálja azt a emberi viselkedést, hogy ránézek egy rendszámra, és egy pillanatig kell csak látnom, és tudom, hogy mi volt odaírva. De mégse ez a tudati háttér van mögötte. De ez a felszíne szintje a dolognak, és ugyanígy természetesen egymás szavait is úgy értjük meg, hogy pillanatok alatt fölismerjük, hogy te milyen szót mondtál most. Ez az első lépése a feldolgozásnak, ami a fejünkben van. És ami utána jön, annál egy idő után elvész szerintem a megértésünk. Tehát értjük az alakfelismerést, értjük az asszociációt, értjük azt, hogy még talán azt is valami emlékeket előhív, de utána mi történik, arról nagyon kevés jön a fogalmunk. De itt mik az akadályok? Mi az, ami nehezíti azt, hogy ezen a lépésen tovább menjetek? Hát... Most melyik, attól függ, mire kérdezed, mert a részben akadály az, hogy a neurológia nincs olyan szinten. Tehát nem tudjuk, hogy működik valójában. Ez a nem nyelvészeti oldal a dolognak. Hát én azt hallottam, hogy vannak ilyen kis élőlények, ilyen kis, nem tudom én, férgecskék, vagy egész pici egyszerű élőlények, aminek minden egyes idegsejtjét, tehát mert ilyen tök jó viszonyban vannak, név szerint szólítják meg minden. Bizonyos vonal a férgeknél. És van nekik, nem tudom én, 100 ilyen idegsejtjük, az tényleg egy minimális mennyiség, és mindegyikre pontosan tudják, hogy működik, függvényekkel le tudják írni, de hogy az egész hogy működik, azt még ezeknél az egyszerű lényeknél se értik. Tehát azt ebből se értik meg, hogy találod, ahol a legcukrosabb a földnek a nedvesség tartalma, mit tudom én. Tehát azt a legegyszerűbb működést is nehéz egyenlőre összekapcsolni az a neuronális hálózattal, ami benne van a lényecskében. Hát most akkor képzeljük el, hogy ennél bonyolultabb lényeknél mi van. Ez a neurológia, de ez akadályozza azt a megértést, hogy mégis mi van a fejünkben. Nyelvészetileg az akadályozza nagyon a megértést, hogy akármekkora korpusz az megvan, hogy mi az ilyen szöveg, hatalmas szöveg, adatbázis, vagy nem tudom, szöveg, igen, nagyjából feldolgozatlan, vagy csak picit feldolgozott szöveg hatalmas mennyiségben. Hiába van egyre nagyobb, ugye, mert ezek a fordítók, ezek mind úgy működnek, hogy hatalmas szövegek, amikről tudják, hogy megfelelnek egymásnak, szépen párosítani lehet a mondatokat. De már ez is egy nagy előrelépés, hogy nem szavanként kezdik fordítani. Persze, már persze. Ez a klasszikus, ez az autóízű lekvár, ez a traffic jam fordítás történet, amikor oda-vissza fordítatják az angol, azt hiszem, nem, a francia. Nem, itt most már hatalmas mondatok felelnek meg egymást, és ennek alapján csinálják. De az az igazság, hogy ez lehet növelni, lehet gondolni azt, hogy a kapanyél is elsül, ha eléri a kritikus tömeget, de ez nem biztos, hogy kiterjeszthető erre a dologra is. Ez azon alapul, hogy mindenre látott már sok példát, és annak alapján megpróbálja eléletlen fordítást. És persze a mi gondolkodásunk is valahogy ezen alapul, hogy csak olyanokat mondunk, amiket már hallottunk, és nem látunk rá példát, de azért valamit még csak csinálunk az agyunkkal ezen kívül is, úgy tűnik, mert hogy ha nem így lenne, akkor már a fordításuk tökéletesek lenne. Tehát ami nyelvészeti szempontból hiányzik, az, hogy azon kívül, hogy sok mindent hallottunk gyerekkorunk óta, azon kívül még mi történt az agyunkban, amitől most ilyen viszonylag jó beszélők és megértők lettünk. Például intelligencia van bennünk, tehát én soha nem érteném meg azt, amit nekem mondanak, mert rettenetesen pontatlanul beszélnek az emberek, ez Nem kritikaként mondtam, hanem ez a jelenség lényege. Az emberek úgy beszélnek, hogy nem iszonyatos precízen, iszonyú hiányosan beszélnek, mert nem mondják ki, amit nem muszáj, és támaszkodnak arra, hogy majd a másik kitölti ezeket az ügyöket, meg megérti, és tényleg megérti. Na most ezt szerintem nem lehet a korpusz további növelésével szimulálni. Ezt nem azért nem tudjuk megcsinálni, mert nem elég nagy a korpuszunk, hanem azért, mert ezek a rendszerek nem intelligensek. Amik fordítanak most jelenleg, vagy chatbotolnak, vagy nem tudom, mit csinálnak, társalognak az emberrel, azok a számítógépes rendszerek nem intelligensek, azoknak nulla intelligenciájuk van. Van persze egy ilyen szlogán, hogy mesterséges intelligenciát raknak bele meg minden, de ezt mindig úgy kell értenünk, hogy
még jobb statisztika, még jobb ilyen statisztikai feldolgozás. Mert manapság a mesterséges intelligencia az ilyesmit jelent egyébként, hogy óriási adathalmazokban ügyesen találni meg a szabályszerűséget. De a mi agyunk szerintem ennél egy kicsit más csinál, amikor például hiányokat kitöltünk egymás beszédében, pontatlanságokat valamennyire értelmezünk, hogy oké, most nem fogalmaztam egész precízen, de vajon mi a lényeg annak, amit mondok. Nem tudom, mennyire világos. Amit mondok. Tehát szerintem az intelligencia... Ezt ilyen kooperatív viselkedésnek, úgyhogy oké, együttműködünk. Szóval ezeket a mechanizmusokat szerintem egy újabb forradalom kell majd, hogy valahogy szimulálni lehessen, mert ez már nem múlik az adatok további növelésén, meg a még jobb AI algoritmusok, vagy nem tudom milyen feldolgozáson. Viszont itt most egy irányt nézünk, hogy a nyelvészet hogyan segít mondjuk az AI fejlesztéseknek, de visszafelé a számítástechnika mennyiben módosított a nyelvészetnek az eszköztárán. Szerintem, ha most kimennék az utcára, megkérdezném, hogy gondolnak az emberek egy nyelvészre, akkor valószínűleg egy ilyen dohos könyvtárban szótárakat lapozgató valakit képzelnének. Majd nem mondtam, hogy ősszhajjal meg szakállal, de ehhez képest mennyire tudjátok kihasználni azt, amit a számítástechnika ad? Ez egy jó kérdés. Én most próbálom elgondolni, de... Elveszik a gépek a nyelvészek munkáját? Nem. Nagyon populáris. Nem, én azt hittem most, hogy azt kezdett, hogy tudományos szempontból előbbre vitte a nyelvészetet az, hogy közben volt egy informatikai forradalom. Hát ezek a korpuszok, hát abszolút. Tehát, de ezek praktikus, ezek nem tudományos vívmányok, amik előbbre vitték a tudományügyét, hanem hasznos eszközök, amiket mindenki használhat. Ugyanúgy előrevitte a nyelvészet ügyét, ahogy előrevitte, gondolom, a repülőgépes navigáció, meg a nem tudom. Csak ott minden. Elképzeli az ember, hogy ezért egy technikai dolog. Mindent. Tehát az, hogy tényleg én is bármilyen problémám van, hogy mondják ezt így vagy úgy, vagy mennyire mondanak valamit így vagy úgy, hát egy pillanat alatt egy korpuszban megnézem, hogy hány mindenféle adatot arról a fajta kifejezésről, és pillanatok alatt megmondom. A számszerűsíthető eredmény. De ezek kényelmi dolgok, tehát ez nem a tudományt vitte előre, hanem az ember életét könnyítette meg. Ezek gondoltam, lehetnek ilyen nagy paradigmaváltások, hogy szintet lépünk adatokban, aztán abból... Na ez volt egy paradigmaváltás szerintem a nyelvészetben, amikor, ami összefügg ezzel az informatikai forradalommal is talán, de szerintem itt nem valami egyirányú hatásról van szó, hogy valami hatott a nyelvészetre is, meg, hanem itt a közgondolkodás változott meg, és szerintem más tudományokban ugyanez a paradigmaváltás lezajlott, és ez sok minden függ össze persze itt egymással, de tehát következő volt a 20. század végén, második felében mindenki szabályrendszerekben akart gondolkozni. Például az AI is ezen alapul, úgy gondolták el az AI-t, hogy majd az orvosi tudást, a szabályokból összefoglaljuk, azokat belerakjuk egy nagy programba, ami majd szabályokból levezetések során, logikus következtetésekkel a diagnózisból kihozza. Igen, azt nem tudtam, hogy jogászoknál ez volt. Hát van ez az elmélet, hogy ha minden szabályt szépen belepakolunk, akkor tudunk létrehozni egy ítélő automatát. Fú, az nagyon jó lenne különben. De ezt mondjuk, azt konkrétan tudom, hogy a orvosoknál ezt próbálták, és akkor tüneteket beírom, ott a végén kijön a diagnózis, és közben végig megy egy hatalmas szabályrendszeren. És ez volt a 20. század második felének az uralkodó felfogása, a nyelvészek is mind szabályrendszerekben gondolkoztak. Nagyjából kudarcot vallott a vállalkozás, vagy legalábbis volt egy paradigmaváltása valamikor a 20.-21. század fordulója környékén, ez sose nem pontos. De az emberek elvesztették azt az erősítőket a szabályrendszerekben, több okból, nem meséljem el, de a lényeg az, hogy felülkerekedett ez a bizonyos adatközpontúság, nem szabályok kellenek, hanem iszonyatosan sok adat, big data, stb. Az így lanyi magából egy ilyen. Egyre többen mondják, hogy ezért a big data se fogja megváltoztatni a világot. Nagyjából én is ezt mondtam az előbb, amikor az intelligenciáról beszéltem, hogy az intelligenciát nem fogja helyettesíteni a big data szerintem. Hiába hozzák ilyen szlogán szinten a dolgot összefüggésbe az intelligenciával.
Na minden esetre, én nem tudom, hogy ez lekezde csengeni ez a Big Data dolog, de szerintem minden tudományra óriási hatása volt az, hogy szabályrendszerek nem nagyon jól működnek, nagyon hamar elbonyolódnak, nem nagyon kezelhetőek számítógéppel, és még nem is annyira eredményesek ráadásul. Tehát most gondolod, mondtam a rendszám felismerőt. Uh-huh. Voltak ilyen próbálkozások, hogy szabály alapú rendszám felismerő, vagy betű felismerő, hogy az E-nél keresél valami függőlegeset, meg három vízszintes akármit. Ezek iszonyúan leégtek, ezek a szabály. Ez a kicsit sáros a rendszám felvett, de még mindig kívül. Nem csak azért, hanem mert megjelent az alternatíva, az az alapfelismerő, hogy neuronális automatával működött, és így ismerte fel az összes mocskos rendszámot is, sötétben is, nem tudom miért. Tehát itt a maga az élet sodorta el ezeket a szabályalapú próbálkozásokat azzal, hogy találtak sokkal, de sokkal jobb módszer. Na és ez egybeesett a neurális hálók használata, stb. Adat mennyiség növelése, persze ennek a technikai eszközei is létrejöttek, és ezzel egybeesett egy paradigmaváltás, ahogy érdekes módon, de ez nyilván a korábban is így volt a történelemben, abban a pillanatban, hogy más eszközeink vannak, elkezdjük a világot másképpen nézni. Tehát hirtelen a biológusok sem, meg a orvosok sem, meg a jogászok, meg a nyelvészek sem szabályrendszereket kezdtek maguk körül látni, ahogy az utcán mentek, hanem adattömegeket, meg adatokból kibontakozó, úgynevezett emergens mintázatokat, meg ilyesmi, és amit a 20. században még ilyen határesetnek gondolták a normalitás határán az olyan embereket, mint mondjuk én, akik már akkor is ilyen emergens mintázatokról beszéltek, az a 21. század norma lett tulajdonképpen, ez lett az új paradigma, az emergencia és az adatokból kibontakozó, önmaguktól kibontakozó jelenségek a szabályrendszerek helyett. Ez marha érdekes szerintem. Ez körülbelül olyan nagy fordulat, mint amikor a mechanisztikus, ilyen kartéziánus világ elképzelés, ami mindent a felhúzható órák mintájára képzeltek el, azok egyszer csak átmentek ilyen egészen más szervesen fejlődő bonyolult organizmusoknak kezdtek el mindent látni. Ez most már maci. Egyszer kimentek az emberek az utcára, és mást láttak attól, hogy más volt a közgondoló, és most is ez van szerintem. Ez nagyon érdekes jelenség. Azt néztem az önéletrajzodban, hogy viszonylag régen, nem tudom, a 90-es évek elején kezdtél el a BME-n oktatni informatikusokat, ez stimmel? Azt szerintem nem, az egy egyszerű alkalom volt szerintem, hát én nem az, hogy elkezdtem is. Csak azon. Most itt az egymásra hatáson gondolkodtam, hogy rád mennyire hatott az esetleg, amikor mondjuk mérnökökkel, informatikusokkal kezdesz el beszélgetni, vannak jó szokták, visszahatások. A legjobb barátaim, melyike is mérnök, tehát nem semmi bajom a mérnökökkel. Biztos sokan nézik mérnökök ezt. Nem, hát szerintem itt ilyen harctéri szolidaritás van, amit az elején beszéltünk, amiatt az objektivitás miatt. Tehát ez a szemtelen természettudományos hozzáállás, ez minket a általános nyelvészeket egy kicsit a bölcsészektől így ki eltávolít, mindig gyanakodva néztek minket, iszonyú nehezen tudtunk például tanszéket létrehozni, és aztán azt életben tartani egészen a 2020-as évig, amikor mégis megszüntették a tanszéknünket. Tehát ez egy iszonyatos erőfeszítés volt, és ez a fajta szemben vagy ellenállás, amiben beleütközünk állandóan, az sodor minket természetesen a mérnökök, matematikusok, informatikusok tábora felé. És ők befogadnak? Ja igen, ők szeretik szerintem a nyelvészeket. Lehet kicsit furcsán nézek rájuk, de szerintem nem, van, abszolút van. Tehát jól el vagyunk. Két évig dolgoztam egy olyan helyen, ahol csupa ilyen AI-os, meg IT-s emberre dolgoztam, és szerintem nagyon jól el voltunk. Ezt egy ilyen fél mondattal elmorzsoltad, hogy megszűnő tanszék, ebbe egy picit belemegyünk? Én nem értem, tehát én azért nem tudok erről beszélni, mert nem értem, hogy 30 éve tanítunk a bölcsészkaron, az ELTE-n, 30 év alatt azt hiszem, hogy egy főállásról lementünk 2/8 állásra, tehát hogy
De ez az, amióta én az egyetemen vagyok, tehát mint diák és utána mint oktató, ez mindig így volt valahogy, mindig csak kirúgtak embereket, és nem nagyon vettek föl embereket. Ez szóval egy paradoxon, nem? Elfogytak. Ha kirúgják az embereket, akkor... Hát mindig csökken az oktató. Mit? Hát tényleg egyre kevesebb oktató volt szerintem. Vagy néha esetleg egy nyugdíjazott oktató helyett esetleg oda vesznek valakit, de ez nálunk nem volt jellemző. A nyugdíjakkal megszűntek. Szóval a lényeg az, hogy elfogytak az állásaink. És akkor van valami szabály, akkor nem lehetünk tanszék, és ha nem lehetünk tanszék, akkor most valami más vagyunk, hiszen központnak nevezünk minket. De szimbolikus mégis az, hogy 30 év, hogy 30 éve kezdtük el, előtte már vagy egy 10 évig azon dolgoztunk, hogy valahogy taníthassunk. Utána 30 év eltelt, ami végig gyakorlatilag ilyen harc volt azért, hogy valahogy megmaradjunk, és a Nyelvtudományi Intézet, ami az akadémiához tartozott, az vitte tulajdonképpen a vállán, mert igazából őt fedezték, tehát az oktatás is nagy részt ott folyik, meg akik tanítanak, azok ott dolgoznak, és nem az egyetemtől kapnak pénzt. És ez így 30 évig ment, és most szerintem ez egy kicsit szimbolikus, hogy hát most már sincs, nem mindegy. De nem értem, hogy miért, szóval én ezt nem tudom, nem. Mennyire lehet összevetni nyelvészek munkáját Magyarországon külföldi kollégáitokkal? Néha irigykedsz, hogy külföldön esetleg jobb a helyzet, vagy Magyarországon jobban álltok bizonyos témákkal, vagy mennyire lehet egy szinten kezelni külföldi kutatóintézeteken? Hát iszonyatosan irigykedünk, természetesen egész életünkben irigykedtünk, de én egyébként dolgoztam is kint. Ez motiváló is lehet. Tehát én tapasztaltam saját magam, dolgoztam ott kint, és tapasztaltam, hogyha érdekes konferencia volt, akkor ki lehetett menni minden, különösebb minden további nélkül. Mikor visszajött az ember, akkor a számlákat odaadta az egyetemi adminisztrációnak, de így ezeket a fecniket, amiket a sörözőben adtak, azokat akkor odaadták az embernek pénzbe. Szóval, hogy nem kellett hozzá ilyen iszonyatos adminisztráció se. Teljesen más élet össze nem lehet hasonlítani. És ezek nagyon fontosak, ezek az. Most nem azért, mert az ember sörözni megy a konferencián, hanem azért, mert így épülnek a kapcsolatok az emberek között. Szóval itt ez fel sem merül, itt nem lehet csak úgy eljárkálni, meg egyáltalán, szóval ez egy egész más világ. Azt kérdezted, hogy teljesítményben össze lehet-e hasonlítani, egyre kevésbé lehet összehasonlítani, tehát részben a legjobbak elmennek külföldre, akik megtehetik, mert ahhoz fiatalabbnak kell lenni, hogy az ember tényleg keressék külföldön, de a mi diákjaink most már nagy részt, nagyon kevés, nagyon kevesen vannak Magyarországon, tehát nagy részt elmennek, miért is ne tennék. És ezért itt érezhetően a színvonal az kezd. Hát ilyen vén emberek mondják a magukét az elmúlt 30-40 évben, de hát természetesen igazi nagy dobásokra akkor lehetne számítani, hogyha okos, fiatal alkotó erejük, hogy szokták ezt mondani, te virágában, vagy igen, virágában van, de emberek dobálnák be a nagy ötleteket, de ezek külföldön dobálják be a nagy ötleteket, mert itt nem kapnak állást. Tehát az én, ha azt nézem, hogy most a Nyelvtudományi Intézetről beszélek, az a kollégám, aki utoljára került oda hozzánk, az 30 éve került hozzánk kb. Szóval azóta... Nem akkor lényegében nincs utánpótlás. Milyen? Nem, nincs állásról föl lehetne venni. Tehát ha ne, és ezért persze nyilván elmegy külföldre, hiszen nem látja, hogy tudna oda kerülni például a mi kollégánknak. Elmegy külföldre, ezért ha igazából lenne hely, akkor sem nagyon tudnánk, hogy kit vegyünk oda, mert akit szívesen oda vennénk, az már külföldön van. Szóval az a dolog, ez erősíti magát, és én nem akarok nagyon... De ne akarok nagyon sötéten fogalmazni, de itt a vesztében megy a magyar, rohan a magyar tudomány. Szerintem ez valószínűleg más tudományokban, nem ismerem, de gondolom, más tudományokban is iszonyú nagy veszély, hogy ez egy önmagát erősítő folyamat, ami átterjed az egyetemekre is, mert nyilván ott is csökkenni fog akkor az oktatás színvonala, mert a legjobbak mennek el, és azokat nem tudják utánpótlásnak oda venni, akik a legjobban tanítanának. És ez szerintem egy, hát nem tudom, hogy exponenciálisan, vagy milyen függvényt követően
követve fogja a magyar tudomány színvonalát egészen durván lerontani. Mi lenne a megoldás? Sok pénz, bürokrácia csökkentése, hozzáálláson való változtatás, az alapoktatás változtatása? Ezek mind, és nem utolsó sorban biztonság, tehát egy perspektív. Ugye egy fiatal diák az nem csak azért akar itt maradni, mert hogy majd egészre keresi magát, vagy nem tudom, amiket mondtál, hanem azért, hogy valamennyi... Tessék? Hogy itt a túrúrudi, meg a barátok, meg a... Azért is, persze, de azért az nem szokott elég lenni, hanem a biztonság, tehát az, hogy nem egyszerűen csak most egy évre van szerződése, hanem Magyarországon olyan viszonyok lennének, hogy oké, ha az egyéves kutatói szerződésem lejár, akkor fogok találni másikat, hiszen itt vannak a működők is, startupok, itt van a nagyipari kutató háttér, itt vannak a akadémiai intézetek, itt van egy csomó egyetem, ahol mindig lehet állást találni, mert nyugaton körülbelül hasonló a dolog, annyi minden van, hogy valahol majd csak elhelyezkedik. Nálunk pedig annyi minden nincs, hogy soha nem fog elhelyezkedni. Tehát nincsenek például olyan startupokról, én lényegében nem tudok, hogy tényleg csak ilyen mutatóban, ahol egy nyelvész azt mondhatja, hogy hát majd akkor ott elhelyezkedem, aztán pár évet ott majd kihúzok. Nem, hát elvégzi az egyetemet, akkor a legjobb, amit tehet, hogy elmegy, mert nulla biztonság van. És a biztonságot abban is gondolom, hogy mondjuk ne adj Isten, aki már benne van, és nem ez a most frissen végzett, hát mondjuk nem ártana, hogyha azok is valamire biztonságban éreznék magukat. Tehát én most az utóbbi két és fél évben gyakorlatilag nem lehetett egy hétnél tovább tervezni, szóval soha se lehetett tudni, hogy lesz-e állásunk, ha igen, az milyen körülmények között. Ugye hát most ezt arról beszélek, hogy leválasztották a kutatóintézetek az NTA-ról. És hát láttuk, hogy az intézetek vezetése például nem mertek konferenciákat így előre meghirdetni tavaszról őszre, mert fogalmuk se volt, hogy ősszel mi a fanc lesz. Tehát, hogy létezni fognak-e, ha igen, akkor milyen formában, hol. Tehát ilyen alapvető bizonytalanság mellett... Most kell kifristályosodni, vagy mi? Nem, én semmit nem értünk. Semmit nem értünk, és nem tudjuk, hogy mi lesz. De az egészbe belevágtak azzal, hogy valami homályos minőségi problémákról beszéltek meg, vezetési problémáim, mindenféle ilyeneket említettek, majd az égvilágon semmit nem csináltak. Tehát semmi nem változott. Egyébként az egyetemekkel ugyanez volt, mikor jöttek ezekkel a homályos kifogásokkal, hogy miért kell kancellálni, nem tudom mi, és utána azt láttuk, hogy most már jó pár éve működnek ezek az új struktúrák, és az égvilágon semmi nem változik meg. Tehát nem az van, hogy volt egy tervük, amit szerettek volna megcsinálni, hanem szerintem nem volt tervük, vagy legalábbis én nem értem, hogy mi volt a tervű. És ugyanez van az intézetekkel is, tehát itt mindenfélét beszéltek két és fél év vagy három évvel ezelőtt, és olyan szép lassan mindenféle hömpölgött, és az ember azt gondolta, hogy valamit tényleg meg akarnak változtatni, most az mindegy, hogy jó vagy rossz irány, vagy én mit gondolok arról, hogy milyen irányba, de nem változott semmi, csak ez az elképesztő bizonytalanság maradt fönn, máig se tudja senki, hogy mi, hol, meddig fog fennmaradni. Szóval, na ez összerakva az eddigiekkel, amit a sötét jövőt jósolták, ezt még hozzárakva én azt gondolom, hogy a sötétség az szinte garantált, és nagyon gyorsan fog bekezdeni. Tényleg váratlanul és nagyon gyorsan lesz itt nullára a tudomány levéve szerintem. Erre szokták azt mondani, hogy jó, de hát az ipar többi területén is, vagy az élet többi területén is nagy a bizonytalanság. Miért pont a kutatók lennének kivételek, hogy miért kellene velük kivételezni? Hát tudományos eredményeket külföldről is be lehet hozni, olcsóbb, nem kell fenntartani intézeteket. Hát persze, meg lehet csinálni egy országban egyáltalán. Nem, tehát én azt imád meg lehet csinálni egy országnak, ne legyen saját tudományos teljesítménye, ha valaki ezt, de akkor is valahogy akkor mondják azt, érted? Tehát akkor legyen ez kimondva, hogy ennek az ország nincs szüksége. Nem tudom, szóval, de nem hiszem egyébként, hogy ezt bárki is komolyan ezt akarná, csak egyszerűen olyan káosz van, ami miatt ez lesz a következmény. De a másik kérdésed, ami azt mondtad, hogy másban is bizonytalanság van,
akkor miért pont ebben, miért ők legyenek a kivételezettek? Én ezzel nem értek egyet, mert most eltekintve az ilyen járvány, meg egyéb természeti problémákról, amik beütnek és bizonytalanságot okoznak, úgy igazából nem igaz, hogy más dolgok ugyanilyen bizonytalanság van. Tehát én azt képzelem, hogy ha valakinek egy rendes polgári szakmája van, nem tudom én, ügyvéd, vagy mérnök, vagy nem tudom mi, akkor az nem érzi azt, hogy fogalmam sincs, hogy jövő héten egyáltalán fogok egy bármilyen munkát kapni, mert miért ne kapna? Hát egy, szerintem ilyen szintű bizonytalanság nincs más szakmánkban. Illetve vagy más okokból van, tehát nem a teljesen elrontott átalakítások miatt, hanem mondjuk lehet, hogy az agrár szektorban vannak ilyen problémák, de ott nem valószínűleg azt gondolom, hogy nem ilyen okokból. Mert itt most szerintem fatális hibák lettek elkövetve, amik az ország tudományosságát meg fogják semmisíteni, és ez más ágazatokban ilyet nem látok. Hát nem egy optimista a végkicsengés így végére. Önmagában alapvetően te optimista vagy ezért a jövőt illetően, magánemberként, vagy ez rányomja a bélyegét arra, hogy hogyan látod a világot? Én nem tudom, mert megint a pszichológus szólalt meg belőle, de én nem tudom magamról, hogy magamat így ebbe elhelyezni. Én így elhessegettem magamtól a jövőre vonatkozó gondolatokat, és megpróbálok sem derülátó lenni, sem ilyen borzasztóan elkeseredett. Objektíven. Igen, nagyjából az, mivel a jövőre vonatkozóan nem igazán tudunk igaz állításokat megfogalmazni, ezért inkább nem foglalkozom vele. Szóval, hogy mondják, ez fatalista vagyok, vagy nem tudom, hogy hívják az ilyet. Tehát az, aki azt gondolja, hogy ezzel kell foglalkozni és időt tölteni, mert nem nincs esélyünk rá meggyorsulni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nektek köszönöm szépen a figyelmet. Folytatjuk majd ezt a sorozatot mindig más kutatókkal. Néhány hetente jelentkezünk majd. Sziasztok!